Bruno Gröning egyike volt a 20. század legismertebb csodadoktorainak. A gyógyításait mindig Istennek tulajdonította, és azt mondta, Isten a legnagyobb orvos. De melyik Istenre gondolt? A keresztények Istenére? Vagy a zsidók, muszlimok, hinduk, vagy valamelyik másik vallás Istenére? Ez a videó megmutatja önnek, hogy Bruno Gröning hogyan értelmezte tevékenységét és misszióját a vallások tekintetében. A Bruno Gröning baráti kör megtalálható az összes kontinensen, és több mint 100 országban vannak közösségei, különböző kulturális és vallási hagyományokkal rendelkező országokban. A baráti kör közösségeit minden nagyobb vallásba tartozó ember látogatja, keresztények épp úgy, mint muszlimok, zsidók, hinduk vagy buddhisták. Hogyan lehetséges az, hogy mindezek az emberek Bruno Gröningben is tanításában segítséget és lelki gazdagodást találnak saját személyes hitük számára? Mindig vallásos voltam, és kezdetben nagyon szkeptikus. De megnyugtatott az, amikor Bruno Gröning azt mondta, maradjanak a saját vallásukban. Járjanak a saját vallásuk, felekezetük templomaiba. Az auch wichtig, ami fontos, sehova sem kell belépni, nem kell áttérni. Bruno Gröning azt mondta, nem akarok egy új vallást létrehozni. Minden ember számára itt vagyok. Mindegy, melyik valláshoz, nemzethez tartozik. Sőt, még azt is mondta, azt szeretné, minden ember újból vallásos legyen. Templomaikban, vallásukban pontosan a hitnek éljenek. Bruno Gröning katolikus volt, és amikor keresztényeknek tartott előadást, akkor beszélt Krisztusról is. Ugyanakkor mindig kihangsúlyozta, ő minden ember számára jött. Függetlenül vallástól, nemzettől, bőrszintől. 1949 őszén egy rádióinterjúban a gyógyításai vallási alapjáról kérdezték. Amit ott mondott, az a Bruno Gröning baráti kör számára is irányadó. Ja, Herr Gröning, führen Sie nun Ihre Heilung auf einer religiösen Basis durch. Und wollen wir hier einmal so indiskret sein und überhaupt nach Ihrer religiösen Einstellung fragen? Religiös, ich sage und lebe auch danach. Alle Menschen können geheilt und geholfen werden. Ich frage nicht nach Religion, ich frage dich nach der Nation. Das bleibt sich gleich, welche Religion er angehört. Und deswegen von einem Religionsglauben, einen können wir nicht reden. Wir müssen das Allgemeine. Das sind alles Menschen, ich sage mal Kinder Gottes. Der größte Arzt aller Menschen ist und bleibt unser Herrgott. Nur er kann helfen. Das bestärkt die Menschen und von da aus fühle ich mich auch verpflichtet, nicht etwas zu tun, um den Menschen vielleicht auf einem schlechten Wege zu bringen, sondern auf einem guten Wege zu führen, ihm den Glauben zurückzugeben, den er schon seit Jahrzehnten verloren. Ist Ihnen das bewusst, dass Sie die Menschen durch Ihre Heilungen wieder zu Gott zurückführen? Ja. Tun Sie das bewusst oder ist das eigentlich eine Nebenerscheinung bei Ihnen? Heilungen? Nein, das tue ich bewusst. Sonst könnte ich was anderes noch tun. Dann müssen das würde dann alles viel, viel schneller gehen. Aber mein Bestreben geht darauf hinaus, den Menschen zum Glauben wieder zurückzuführen.